következik az egyetlen olyan negyed döntünk az este folyamán, ahol két korábbi győztes találkozik egymással, mert José de Souza és Dave Chisnall is nyert már European Tour fordulót. Ráadásul mind a ketten jó formában érkeztek erre a tornára, hiszen de Souza Budapesten, illetve Chisnall Budapesten, de Souza Jénában volt a legjobb négy között, úgyhogy kettő közül valaki megint egy szeptemberi elődöntőt tud produkálni. Viszont a döntőben nem jutottak még be idén egyikőjük sem, úgyhogy mert egy újabb megoldandó feladat. Minden esetre, hogyha csak ezt nézzük, akkor talán nívóban, színvonalban ez tűnik a legjobb mérkőzésnek itt a negyeddöntők közül. Nekik pedig azért múltjuk is van. Laci, mit tudsz nekünk erről elmondani? Hát túl sok elmondani való nincsen, ugyanis annyira múltjuk, hogy kettő mérkőzést játszottak egymás ellen. 2020-ban a Grand Slam of Darts-on találkoztak a legjobb 16 között, ott José de Souza győzött 10-7-re, és 2022-ben pedig a Dutch Darts Championship-en tudtak egymás ellen játszani a második körben, és ott pedig Dave Chisnall tudott 6-3-ra győzedelmeskedni a portugál felett. Úgyhogy ennyi, ez a mindent eldöntő harmadik mérkőzésük egymás ellen. Nagyon furcsa egyébként az, hogy amikor két ilyen játékosról beszélünk, akik gyakorlatilag minden egyes versenyen ott vannak a PS Championship fordulók, a European Touron is folyamatosan ott vannak, és még sem találkoznak. Igen, és hogy elkerülik egymást, tehát ez mindig érdekes. Pedig nem túl tág a PS Championshipnek is a mezőnye, mert 128 játékos, és tehát a nagyszámok törvénye alapján azért csak találkozni kéne egymással 30 forduló alatt. Igen. És gyorsan rápillantottam például, hogy a European Touron hányan indultak el idén, az picivel több mint 150 fő, de ugye ennek egy jelentős része csak pénteken játszhatott, amikor nem is volt esélye, mondjuk, tehát amikor nem volt ott de Souza és Csizi sem. Igen. És amikor már ők jönnek képbe, akkor sokkal kevesebb ellenfél közül kaphatnak, és valahogy itt European Touron is csak egyetlen egyszer, ugye 2017-et mondtál akkor ezen a dalsban, akkor futottak össze. Viszonylag furcsa, minden esetre az, hogy ez az ág, ez erősebbnek tűnik, az nem kérdés. Mindenféleképpen. Négyből, akik itt vannak a felsőágon, négyből hárman voltak már győztesek, és az egyetlen, aki nem, Danny Noppert, ő is volt már döntős. Itt pedig készül egy szép 140. Nagyon nagy előnyben Dave Chisnall. 9 nyíl után 81-en. José de Souza pedig 12 nyíl után sincsen kiszállón. Egy óriási lehetőség Chizi előtt, hogy rögtön break-kel indítsa a mérkőzést. Marad a 40 pont. Nyugodtan várja a sorát Dave Chisnall. Ugye elméletileg ezen a mérkőzésen kéne a legtöbb 180-nak születni, mert mind a ketten nagyon tudják dobni, 140. De hát ugye ez még csak az első lejekten. Bemelegítenek. Persze. Dupla 10. Az viszont ott van. Dave Chisnallé az első leg. Persze mondjuk José de Souza Ryan Searle-lel az első legben dobott gyorsan 3 darab 180-at. Összecserélte Souza. Szórakozott figura. Hatvan pont. Na itt van ez. És még mutatja is a közönségnek, hogy nehogy elmondják Csizinek. José de Souza Ross Mist győzte le szombaton 98-as átlaggal, úgyhogy Ross Mist 103-as átlagot dobott. Ez egy döntőleges mérkőzés volt. Ma pedig délután Ryan Searle ellen győzött 106-os átlagot produkálva. Úgyhogy ez egy jó teljesítmény volt tőle. Ami pedig Csizi menetelését illeti, ő tegnap Jelle Klassen ellen győzött 6-2-re, egy 98-as átlaggal, ma pedig Nathan Espinel győzte 6-4-re, 94-es átlaggal. Úgyhogy a torna átlag azért eddig de Souza felé billenti a mérleg nyelvét, de hát ez nem feltétlenül jelent semmit. Nem, mert még nagyon puhatoloznak, nem nagyon találják a táblán. Most fej-fej mellett.
140, maradt a 67. Nem jönnek a triplák De Souza-nak. 57 csak a dobás. Kiszállnak, kiszálló, de a 67 sokkal könnyebb. 10 és dupla 20. Megoldja. Meg is van. 2-0-ra vezet. José De Souza-nak egyetlen egy döntője volt eddig a European Touron 2020 októberében. Zindelfingenben a European Darts Grand Prix-t megnyerte, Michael van Gerwen győzte le a fináléban 8-4 arányban, ami pedig Csizi teljesítményét illeti. Hát ő 8 döntőben volt már ott, abból 2-t nyert meg, és 6 elveszített fináléja van. Az elveszített döntők tekintetében a harmadik helyen áll, összes döntős szereplés tekintetében a negyedik helyen, az örök ranglistán pedig a 10. jelen pillanatban ezzel a mutatóval. Hogyha most nyerne, akkor azért 3 helyet előre tudna ugrani. Száz pont. Van egy olyan érzésem, hogy itt jobban érdekli az a 25 ezer font, amit megkapna érte, mint hogy most 3 helyen előrébb kerüljön. Meg tudom érteni. Örök ranglistán. Picit beragadt Dave Chisnál, nem talál triplát, úgyhogy még mindig 300 fölött van 9 nyíl eldobása után. Kilencvenkilenccel 44 pont maradt José de Souza-nak. Na most jön a tripla 20. Második is benne van. 140. Ahhoz képest, hogy itt nagyon számítottunk arra, hogy röpködnek majd a 180-ak. Nem annyira. Viszont legalább most a José de Souza is felírja magát a táblára, 2-1. Ez most azért nagyon kellett a portugálnak. A legutóbbi döntője egyébként Csizinek 2019-ből való, ott Kopenhágában megnyerte a Danish Darts Open-t, és a tényleges legutóbbi finálé az pedig a 2019 szeptemberi gibraltári, ahol végül veszített, hogy 3 év után juthat először a döntőbe, hogyha most 2 mérkőzést még nyerne. Ami pedig a European Tour ranglistát illeti az EB kvalifikáció szempontjából pont egymás mögött igen, áll a két játékos. A 13. és 14. helyről dönt ez a mérkőzés. Egy esetleges győzelemmel az 5. helyre jöhetnének fel. Ha megnyernék az egész tornát. Így van. Ez csak 48. Utolérheti De Souza. Nagyon jó helyen van az a kettő. 180! Bekér, az se kiszálló. Nem, de legalább dobott egy 180-at. Végre. Igen. A negyedik legben most már van 180-unk. 99, 124-en várja a következő kördésisznál. Nagyon szép. Maradt a 28. Triple 18 kell. Nem jött. Még mindig tripla 18 kellene. Az sincs, 68 a maradék. Mensúra kiegyenlíthet, de Souza. Dupla 7. Még mindig dupla 7. És nem. Ez komoly probléma. Menedzsere szeme láttára jön Dave Chisnál. És dupla 20 a harmadik nyíllal. Valaki kiabált, hogy hatalmasan.
Nincs benne. Csak meg lehet dobni azt a dupla hetet. De mérges Csizi. Hát nagyon rossz úgy visszaállni, hogy kizökkentik az embert, az biztos. Ez is nagyon gyorsan el kell felejteni, mert egyébként De Souza sem tudja megoldani. Nincs, nem talált el. Öt nyilat eldobott a dupla hétre. Egyik se volt jó. Kihasználja most ezt a lehetőséget. Feszült egy kicsit. Hát még föl kell dolgoznia, hogy nem neki drukkolnak páran. Egyébként nem veszem észre, hogy bárkinek kifejezetten szurkolnának ebben a párosításban. Egészen csendes ez a mérkőzés egyelőre. Mondjuk az átlagok sem tesznek arra, hogy egészen elképesztő hangulat legyen. 90 alatt mind a ketten. Nyilván az előző hibák sem segítettek. 180! Egy 134-jel majdnem utoléri az ellenfelét Csisznál. Viszont itt jön még egy 180. 180! De Souza elkapta a fonalat. Tripla 20 kell. Úgy van, mert 170 maradt Dave Csisznának. És dupla 16-ra két nyíl. Hopp, akkor dupla 12. Fölötte. Csizinek már van egy 170-e. Igen, ezt a tegnapi mérkőzésen dobta meg. Most nem fogja. 56. Csak 56. Dupla 6-ra lehet folytatni. Dupla 3. Minden szektor tud, hogy merre van, csak épp nem találja de el jól. De meggyűlik a baja a kiszállókkal. 12 nyilat dobott el idáig kiszállóra José de Souza. Ez 8,3%-os. Sőt, 13. Nálam már befissült még egy, 13. Ja, igen. És ez 7,7, de nagy különbség nincsen. Nincs. Egészen elképesztő. Annyi, hogy a 7,7 még rosszabb, mint igen. A 8,3. Igen. Haragszik is magára a portugál. Közben arról beszéltek itt az angol kommentátorok, és kíváncsi vagyok, hogy te erről hogyan vélegedsz, hogy nehezebb elmondásuk szerint, és éppen van benne valami, a vasárnap délutáni szekcióról visszajönni az estére, és újra formába hoznod magad, mint hogy lejátszani egymás után három mérkőzés, negyeddöntő, elődöntő, döntő ritmusban. Mert hogy kiesel órákra, és nem egy napod van újra a következő mérkőzés előtt, hanem néhány órát, tehát hogy ott kicsit másabb. Igen. De hogyha megfigyeled, ugye elmegy egy Players Championship fordulóra, 128-as tábla, általában 32 táblát állítanak föl játékra, ami azt jelenti, hogy ha az első körben játszik, már pedig játszik az első körben, akkor minimum egy másfél óra, mire megkapja a következő mérkőzését. Tehát addig is valamit kell csinálnia. Tehát kell lenni egy rutinnak mindenféleképpen, hogy ezt át tudja hidalni. És jó, persze, itt van 4-5 óra különbség, ez tény és való. De akkor is kell lenni egy bemelegítési folyamatnak, amivel vissza tudod magad tenni a ritmusba. Ez kicsit olyas, mint az úszóknál, amikor van egy délelőtti előfutam, és akkor délután meg az esti programban órákkal később kell visszajönni, és megint teljesíteni. Igen. Jó, persze, hát ugye az ember megnyer egy mérkőzést, és akkor benne van egy lendületben, amit viszont nem biztos, hogy fent tud tartani 4-5 órán keresztül. Kiszálló most a De Souza is, de azért Csizinek ez az 57, ez egyáltalán nem tűnik megoldhatatlan feladatnak. Nem bizony. Jó helyen van. 17-es benne van. Dupla 20 fölé ment az első
Második is fölötte van. Na, hogyha valami felpörgethetné De Souzát, egy 160-as kiszálló, de az nem lesz meg. Hát, hogyha nem tudnám, hogy ez egy negyed döntő, akkor nem hinném el. Hát igen, elég lassúcska. Megvan, 5-1. Igen, eleve a játék minősége sem verdesi az eget, főleg De Souzánál az a 87, az nagyon-nagyon csúnyán néz ki. Másrészt a közönség is borzasztóan csendes. Tehát, hogy nem igazán történik semmi. Olyan langyos víz. Nyer, aki nyer, nem nagyon érdekel, hogy jön a következő meccs, és akkor talán az érdekesebb igen. lesz. Már színházi hangulat. Mondjuk a színházban kevesebb sör fogy. Viszonylag. De emlékszem ugye arra a azt hiszem az is European Tour forduló volt, igen, hogy székek voltak lerakva másfél méterre egymástól, ott ülhetett maszkban az ember, és nem kiabáltott semmi, csak végignézhette a meccset. Na az aztán színház. Az borzasztó, igen. Hát ugye a világbajnokságot is borzasztó volt úgy nézni, hogy ilyen mesterséges tapsokkal próbáltak igen. valami közönség hangot odavarázsolni. De hát remélhetőleg annak a korszaknak már vége. Na, Csizi eldobott 431 nyilat már a legben. És még csak 371-en van. Azért az, hát igen. Lehet, hogy az összes dobás számoltak, amit idáig eldobott. Az egész European Tour, amit februártól kezdődött. 163-ra sikerült letennie magát De Souzának. Nagyon ügyesen csinálja. De az mondjuk szerencse a számára, hogy Csizi meg szintén nem lesz kiszálló, ráadásul még magasabban is jóval. 7-es. 47. De mondjuk most, ha dob Csizi egy 180-at, az sokat segítene rajta. Azt már nem fog. Nincs egy tripla sem. Nyugodtan dobhat 116-ra. Persze, hogy a Csizinek nem erre a legre kell igazán összpontosítania, hanem a következőre. Dupla 18-ra kell dobni. Az a kiszálló 36 pont. Ugye most 6 nyila van a 116-ra, de hát eddig 6 nyila a duplára nem volt elegendő sok igen. esetben. Oda vett egy 180! Az első Csizitől a mérkőzésen egyébként. Döbbenetes. És nem találja a kiszállott De Souza. Három meccsnyila van a dupla kettőre Dave Csisznának. 15 eldobott nyíl a duplára De Souzánál. Ő sem úgy tervezte, hogy most erre rá kell, hogy dobjon. Szerintem egyébként nem 180-at dobott volna. Dupla egy. Nem. Nincs meg. Ez olyan sok, ami kevés. Na, dupla négy. Na. És elsőre megvan a dupla négy. Ennyit kell hagyni. Megvan a recept. Még mosolyognak is egyet. Azért annyira biztos nem... Vagy annyira biztos nincsenek vicces kedvükben. Igen. Szerintem De Souza kínjában. Csizi is szeretne minél gyorsabban túl lenni ezen a mérkőzésen. Azért 96-ot csak oda helyezett Dave Csisznál. Száz
Ott sem jön tripla. Csak egy 99. 2-10 a maradék. Mindösszesen 4 darab 180 született ezen a mérkőzésen. És igazániból 140 pluszosban sem bővelkedtünk, mert az is csak 11 darab. 7-4 arányban vezet ilyen téren Dave Chisnall. 100. Na végre, 3 tripla. Csak ott van az valahol az a táblán, ahova kell dobni. Meg is van bizony, és akkor 6-2 a vége. Húha! Hát ezen a mérkőzésen egy kicsit mindenki túl akart lenni. Csizi van rajta, jobb állapotban túl, mert ő legalább játszhat majd még egy mérkőzés legalább a mai este folyamán. Ott van az elődöntőben újra a budapesti után, immáron a vízei European Tour hétvégén is. És vagy Danny Noppert, vagy Adrian Lois lesz az ellenfele, hogy melyikőjük, az majd hamarosan kiderül, az ő mérkőzésükkel folytatjuk mindjárt.